A Mix Story. 1988. augusztus 30-án délután 3 órakor új fejezet kezdődött a történelemben. Első alkalommal azóta, hogy Molotov honvédelmi miniszter 1941-ben egy Tupoljev SB-2-essel Angliába érkezett, szovjet katonai repülőgépek szálltak le egy brit repülőtéren. Ezt azonban egyáltalán nem provokációnak szánták. Mihail Gorbacsov glasnosztjának követeiként érkeztek, hatásos belépővel. Ez az esemény azt is jelezte, hogy az új Szovjetunió hadiipara megpróbál betörni a nyugati piacra. A látogatást még rendkívülibbé tette, hogy a repülőgépek, amelyek leszálltak Angliában azon a ködös délutánon, távolról sem azok a viszonylag primitív modellek voltak, amelyeket a Nyugat Koreában és Vietnámban megismert. Az együléses MiG-29-es és a MiG-29UB gyakorlógép, amelyek a NATO-tól a Fulcrum kódnevet kapták, lenyűgözték a farnborói légibemutató közönségét nyaktörő manővereikkel. A nyugati elemzőknek első ízben nyílt lehetőségük kiértékelni a legújabb szovjet harcigépek teljesítményét. Korábban széles körben elterjedt az a vélemény, miszerint a szovjet tervezők nyugatról lopkodják ötleteiket. Most mindenkit megdöbbentett a felfedezés, hogy a fejlesztésben egyáltalán nem vetélytársaik után kullognak. Sőt, a moszkvai Mikoyan tervezőiroda egy olyan gépet állított elő, amely nagy valószínűséggel a világ legjobb több célú vadászrepülőgépe. A MiG-29-es ugyanolyan jól manőverezhető, mint az amerikai F-16-os. Jobban bírja az éles fordulókat. 2,2 Mach-ra képes fölgyorsulni, és rövidebb kifutópályákat igényel, mint bármelyik nyugati vetélytársa. Ha nincs a glasnost, ez a fölismerés sokakat megrémített volna. Még így is, az a tény, hogy a múltban körülbelül 40 nemzet légierejénél szolgáltak sugárhajtású MiG-ek, többek között Észak-Koreában, Vietnámban, Kubában, Egyiptomban, Szíriában, Líbiában, Afganisztánban, Indiában, Irakban és a volt Jugoszláviában, aggodalomra ad okot. És érthetővé teszi, hogy a szövetséges haderők miért igyekeztek annyira megakadályozni az ellenséges légierő bevetését az öbölháborúban, vagy újabban Boszniában. A MiG-29-es megjelenése ismét ráirányította a közfigyelmet arra a névre, amely a nyugatiak szemében mindig is egyet jelentett a kommunista birodalom ördögi hatalmával. Az 50-es évek óta, amikor az amerikai pilótákat Koreában meglepetésként érte a MiG-15-ösök jó szereplése, a Mikoyan tervezőiroda gépeit árgus szemekkel lesték a nyugati megfigyelők. Fejlesztésük története azonban régebben, még a II. Világháború előtt kezdődött. Sztálin egy új, hatékonyabb vadászgépet igényelt a hadiipartól, amikor megértette, hogy a Berlinben hatalomra jutott náci kormány a Szovjetunióra nézve is veszélyt jelenthet. A spanyol polgárháború tapasztalatai pedig megmutatták, hogy a régebbi I-15-ösök és I-16-osok nem vehetik fel a versenyt frankó-német Messerschmittjeivel. Ha a Szovjetunió a következő évtized során is meg akarja védeni területét, valami sokkal jobbra lesz szüksége. 1939. februárjában Sztálin, honvédelmi minisztere Molotov segítségével összehívta a legkiválóbb szovjet repülőgép tervezőket, többek között Jakovlevet, Tupoljevet, Lavocskint, valamint azt a két férfit, akik nem sokkal később megalapították a Mikoyan tervezőirodát, Artyem Mikoyant és Mihail Gurjevicset. A fontosságának tudatában az iroda kettős célt tűzött ki maga elé, sebesség és magasság. 1940-re meg is született két első tervük, az I-61-es és az I-65-ös. Mindkettőt vízhűtéses dugattyús motor hajtotta, és az aerodinamikailag megformált homlokfelület kisebb légellenállást és nagyobb repülési sebességet tett lehetővé. A prototípus 1940. februárjában gördült le a futószalagról, és ezzel megszületett az első Mikoyan Gurjevics repülőgép. A MiG-1-est Mikulin AM-35-ös típusú lugattyús motor hajtotta.
Arkadij Ikatov, a MIG-ek legelső berepülőpilótája új 848 km/h szovjet sebességi rekordot állított föl. A MIG ezzel a kor leggyorsabb elfogó vadászgépévé vált, maga mögé utasítva még a Supermarine Spitfire-t is. Megszületett tehát egy olyan repülőgép, amely nagy magasságokban repülve elfoghatta a német bombázókat, ugyanakkor földközelben is fölvehette a harcot az ellenséges vadászgépekkel. A MIG-1-es azonban túl sérülékenynek bizonyult, ezért csupán 100 darab épült belőle, mielőtt fölváltotta volna a megerősített és aerodinamikailag továbbfejlesztett MIG-3-as. Az új fenollal átitatott faanyag ellenállóbbá tette a szerkezetet. A MIG-3-as elődjénél magasabbra emelkedhetett, és sokkal jobban állta a gépfegyvertüzet is. Ellenálló képességét legékesebben Lukjanov alhadnagy bizonyította, amikor gépével épségben tért vissza a bázisra, miután a levegőben összeütközött egy Junkers 88-assal. A modul szerkezetű tervezés eredményeképpen a gyártás gyorsabbá és olcsóbbá vált, így 1941 közepére az üzemek már napi 25-28 MIG-et szállíthattak. 1941. június 22-én azonban egy meglepetésszerű német légitámadás megtizedelte a szovjet repülőgépflottát, amelynek 70%-a jócskán a Luftwaffe hatótávolságán belül 60 különböző repülőtéren állomásozott. A gépeket meg sem próbálták álcázni, radarfigyelőszolgálat pedig még nem létezett. A német jelentések szerint az első napon délig 1200 szovjet repülőgép pusztult el, és még további 600 estig. A hét közepéig összesen mintegy 4000 gép semmisült meg, többségükben vadonatúj MIG-ek, JAK-ok és LAG-ok. Június 27-én megszületett a döntés 6 új MIG-ekkel felszerelt légvédelmi ezred felállításáról. A repülőgépek hamar bizonyságot tettek képességeikről, különösen a magasan támadó bombázókkal szemben. A Jakovlev és Lavocskin tervezőirodák újdonságai mellett a MIG-ek is nagy szerepet játszottak Moszkva védelmében. Gyakran egyenetlen talajú, veszedelmesen rövid kifutópályákról startoltak, és a szárnyaikra erősített bombákkal támadtak az ellenség gépesített egységeire. Nagy magasságokban kitűnően helytálltak. A háború első 6 hónapjában 900 német bombázót lőttek le, de rendre alul maradtak, mihelyt a kis magasságokon jobban repülő és jobban fölfegyverzett Messerschmittekkel találták magukat szemben.